A Központi Okosmérés ZRT intelligens hálózati mintaprojektje mintegy 20 ezer fogyasztó közmű óráit méri okosan az észak-kelet-magyarországi régióban. Ez a térség kiemelt szerepet kapott. Vizsgálják a hálózati rendszer belföldi kiépítését, több ezer fogyasztási végpontot kiválasztva a villamos energia, földgáz, víz és távhőrendszerből. A Központi Okosmérés ZRT célja, hogy harmonizálja az okosmérés, okoshálózat témakör kezdeményezéseit. Egy mintaprojekt segítségével több tízezer háztartásba került okos fogyasztásmérő, amely a fogyasztóknak és a rendszer irányítóknak egyformán értékes információkkal szolgáltak. Ebben két nyíregyházi szolgáltató is részt vesz. Az észak-kelet-magyarországi régióban már közel 20 ezer fogyasztói végpontot mérnek okos módszerrel. Az intelligens hálózati mintaprojekt segítségével pontosabb képet adnak a magyar energiafogyasztási szokásokról. A fogyasztás mérők is az okos mérést biztosító külön berendezések szerelését 2016 végén kezdték meg. Ezt követően a végponti felhasználók online felületen juthatnak hozzá a pontos mérési adataikhoz. Köszöntöm a stúdióban Jó Lászlót, a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Adódik a kérdés, hogyan került a mintaprojektbe a Nyírtávhő Kft. És milyen tapasztalatokat gyűjtöttek? Igazából egy speciális helyzet van itt Nyíregyházán, hiszen az elmúlt években már kialakítottuk a távhűtési fogyasztók esetében azokat az okos mérőket, amelyek mérik a fogyasztásokat. Azonban ezek a mérők nem voltak rendszerbe kötve, és ezzel az okos mérés mintaprojekttel tulajdonképpen ezeket az egyedileg intelligens berendezéseket kötöttük egy rendszerbe, és kötöttük be online felületbe. Ez az online felület a KOM ZRT, az okos, központi okosmérés ZRT online felülete, ahonnan később információk nyerhetőek le az ott bekötött mérőkről. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy párhuzamosan gondolkodott itt a helyi Nyírtávhő Kft. És a központi rendszer? Igen, mondhatjuk ezt, bár szerintem nekünk volt előnyünk, mert hogy hamarabb elkezdődött a mi projektünk, hiszen ez két évtizedes múltra tekint vissza így Nyíregyházán már a fűtéskorszerűsítés, de igazából 2015 óta érett be, amikor is be tudtuk építeni a régi analóg berendezések helyére a digitális berendezéseinket. Ezek ugye kétféle berendezés, az egyik a használati melegvízmérő, amiből Nyíregyházán 16 ezer darab van a fogyasztóinknál, és több mint 55 ezer darab költségosztó, ami szintén intelligens, tehát van egy eladója, ami tud kommunikálni. Milyen plusz feladatokat rótt a Nyírtávhő Kft.-re ennek a rendszernek a kialakítása? Igazából a lakóközösségekkel szerződtünk, illetve a KOM ZRT-be, és hát ezekben az épületekben, ahol szó van ezekről a mérésekről, került közel 700 darab adatgyűjtő berendezés felszerelése, ami ezeknek a kismérőknek az adatait összegyűjti, és GSM kommunikációval juttatja el a szerverre. Hát ez egy nagyon komoly hónapokig tartó munka volt, és hát ezeknek a rendszereknek, illetve ennek a rendszernek a tesztje az nagyon sok időt vett igénybe, hiszen ezek a házak, ezek az épületek acélszerkezetekkel rendelkeznek, nagyon sok helyen árnyékolás volt, tehát sok esetben iterálva találtuk meg a végső megoldást. Mennyi könnyebbséget jelent a Nyírtávhő Kft.-nek az, hogy bekerültek ebbe az országos mintaprojektbe? Ugye korábban fél évente vagy évente számoltuk el a fűtést, most is így történik persze az elszámolás, de a leolvasás is ilyen gyakorisággal történt, és például ezeket a mérőket, hogyha elromlottak, ezeket csak fél év múlva vagy egy év múlva vettük észre, hogy meghibásodtak. Most mivel ezek a mérők online-ban folyamatosan jelet adnak, ezért azonnal észrevesszük a meghibásodást. Ez nagyon fontos. A másik az, hogy mindenképpen, ami a célja is volt a projektnek, energiát takarítunk meg, és költséget takarítunk meg, hiszen nem kell hosszú ideig leolvasni ezeket a mérőket, hetekig olvastuk le korábban ilyen kézi műszerekkel, ma már ugye ez gomnyomásra megy, kevesebb embernek kell részt venni ebbe, és hát a fogyasztóinknak pedig, az ő előnyük, az ő részükről pedig az, hogy tervezhetővé válik a fogyasztásuk, nem halmozódik fel a számla, nem a fűtési idény veszi észre, hogy sokat fogyasztott, hanem már időközben ezt lemérheti az interneten, megnézi a honlapon a saját fogyasztását. És nem csönget be hozzá senki? Igen, nem csöngetünk be.
Jelentkezik-e már ennek mérhető előnye, mióta használják ezt a rendszert, milyen tapasztalataik vannak? Ugye 2016-ban indult ez a mintaprojekt, és hát ugye az északi régióban, itt különösen Miskolcon és Nyíregyházán két szék, hiszen a nyírségvízzel vagyunk ebben a projektben, és 2016-ban indult, de a Nyírtávfőnél van a legnagyobb darabszámú mérési pont, hiszen az előbb említettem 55 ezer és 16 ezer mérő, tehát több mint 70 ezer mérési pont. Ezt 16 év végén kezdtük el ezt a mintaprojektet, és 17 márciusában, tehát egy évvel lesz lassan, hogy szolgálatba állítottuk, és már a májusi távfőszámlát ezzel készítettük, tehát a fűtést ezzel olvastuk le, illetve a melegvízszolgáltatást már két alkalommal, tavaly júniusban, illetve az idén januárban is ezzel készítettük, és hát mondom azt, hogy nagyon kicsi hibával, szinte hibátlanul, tehát jóval 95%-os pontossággal le tudtunk valamennyi mérőt olvasni, és hát nem kellett valóban becsengetnünk sehova, hiszen láttuk ezeket az értékeket. Megterhelésben is kevesebb a dolgozók számára? Természetesen, hisz ez azonnal digitális információ, elektronikusan kapjuk ezeket az információkat, készülhet belőle akár a számla is. Ugye korábban nagyon sok pontatlanság történt, hiszen ha mi olvastunk le, is megtörtént az, hogy elírás volt. A fogyasztóink jelentették be a mérőállás nagyon sok esetben tizedes vesző új elírás. Itt most gyakorlatilag ezzel kiszűrjük ezeket a problémákat. Ez azt jelenti, hogy reklamáció is kevesebb érkezik. Igen, mindenképpen, ami ezzel járt, azokban jóval kevesebb a reklamáció. Az ügyfélszolgálati leterheltségben ez mit jelent? Igazából vélem az ügyfélszolgálaton ugye a számla reklamációk történnek legnagyobb számban. Ezekben én még olyan mérhető mennyiséget nem látok, hiszen ez a leolvasás része, ugye, az pedig a számla része. Általában korábban is tisztáztuk ezeket, mire már ugye számla készült belőlük. Most az, hogy egy nagyon nagy előnyünk van időben, sokkal hamarabb tudjuk ezeket az elszámoló számlákat elkészíteni. Tehát régen adott esetben 3 hónap után kerültek ki ezek a számlák, most már tárgyhót követően ki tudjuk bocsátani őket. De még egyszer mondom, a legnagyobb előny az, hogy látja a fogyasztó, hogy mennyit fogyaszt, és tudja tervezni magának. Tehát nem halmozódik fel egy kint lévőség, ami nekik is jó, meg hát ugye nekünk is. Évek óta nagyon nagy probléma ez minden szolgáltatónál. Igen. Érezhető már ennek a mérséklődése? Nekünk 2012 óta jelentősen csökkent a kintlévőségünk. Egy kintlévőség kezelést indítottunk be, úgy akár alapítványi támogatással, illetve önkormányzati segítséggel, de mi is igyekszünk elébe menni ezeknek a dolgoknak. Fogyasztóinkat rendszeresen keressük, aki késedelembe esik, felhívjuk a figyelmét, és hát ez is egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy csökkentjük. Úgyhogy a korábbi kintlévőségeinknek töredéke a mostani. Terveznek-e még további fejlesztéseket, vagy minden fogyasztójuk már ilyen módon méri a fogyasztását? Gyakorlatilag Nyíregyházán ezt mondhatom, hogy Magyarországon, illetve szinte egész Európában egyedül valamennyi távfős fogyasztó megmért. Tehát már a lakásokkal úgymond végeztünk. Most ugye a hőközpontjainkban található nagy mérőket, amelyek a főmérők, ezeket akarjuk ugyanebben a hálózat intelligens mintaprojektbe bekapcsolni. Ezeknek is a negyedével már végeztünk, hiszen akkor egy teljes úgynevezett telemetria lesz, tehát valóban mindent megmérünk. Érzékelhető-e az energiafogyasztásban, az energiacsökkentésben ennek a rendszernek a hatása, hiszen elhangzott, hogy energiacsökkentés is volt a cél? Igen, ennek a mintaprojektnek a mérhető eredménye nyilvánvalóan az egy év elteltével, tehát a következő leolvasáskor tudnék erről beszámolni. Annyi bizonyosan látszik, hogy közös képviselőkkel már tudtunk ezekről érdemben tárgyalni, hogy hogyan kellene a menetrendet alakítani az épülethez, hogy minél inkább tudjanak hőenergiát megtakarítani, például ugye olyan fűtési módszerrel, ami programozott fűtés, hogy nem kell olyan melegnek lenni a radiátornak, inkább kell a radiátor szelepet használni, ne az egyedi csövekkel fűtsünk, úgyhogy már két körben volt erről. A lemérhetés, ami a mérhetés ennek tulajdonképpen egy időszakot követően valamikor nyáron történik meg. Az, hogy a Nyírtávfő Kft. A mintaprojektnek a része, ró-e olyan feladatot a Kft.-re, hogy amikor ez országosan elterjed ez a rendszer, akkor kell-e ebben valamilyen közreműködői szerepet vállalniuk?
Igazából ez a mintaprojekt, ez nekünk a legjobb kor jött, és nagyon jó jött, ugye, és ez gyakorlatilag teljes mértékben a KOM ZRT által kerül finanszírozásra, tehát nem került pénzbe nekünk. Hát ha kellemetlenségnek lehetne azt nevezni, hogy most is itt ülök, és erről beszélek, nem hiszem, hogy az, mi nagyon örülünk, hogy ennek részesei lehetünk, és hát a szakma érdeklődik utána, Egerből, Miskolcról, Budapestről érdeklődnek, és nagyon szívesen segítünk a társközműveknek abban, hogy hogyan léphetünk ebbe, hogyan léphetnek ebben tovább. Úgyhogy nem, én azt hiszem, hogy a cég valamennyi dolgozója büszke és örül ennek az egész projektnek. A fogyasztók felé a kommunikáció hogyan történik? Fogyasztók felé több csatornán is, rendszeresen megjelenünk szórólapokkal. Múlt héten volt olyan sajtótájékoztató, amelyik megjelent az újságban, volt lakossági fórum, közös képviselői fórumot is tervezünk valamikor áprilisban, tehát nyilván a lakosság tud a legtöbbet energiát megtakarítani, mi csak eszközök lehetünk ebben, úgyhogy igen, ezek szándékolt, tervezett projektek, és hát a lakóknak a nagyon nagy része szerintem már tud erről, hiszen ez a megkeresés, ez már 2016 év végén megtörtént feléjük. Most már a bevezetéskor csak az eredményekről fogunk beszámolni, illetve tájékoztatjuk őket, hogy hogyan lehet tovább. És hát a tudatos fogyasztásra. Igen, ami a projekt célja, ugyan az energiamegtakarítás, a széndioxid kibocsátás csökkentése. Igazgató úr, köszönjük, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen.